Köszöntöm a kedves hallgatókat! A következő percekben az orosz-ukrán háborúval fogunk foglalkozni. Kosztur András a vendégünk, a 21. század intézete vezető kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Első körben Donyeckről szeretném kérdezni, illetve arról, hogy mi történik most az ukrán fronton, vannak-e olyan fejlemények, amiről érdemes beszámolni. Donyeckkel kapcsolatban azt lehetett hallani, hogy itt történik most egy erőteljesebb orosz előre nyomulás. Mennyiben állja meg a helyét ez az információ, és hogyan látja, hogy meddig lehet tartani ezt a front szakaszt? Én olyat is hallottam már, hogy itt összeomlóban van a front, de mivel ezt olyan sokszor lehetett már hallani az ukrán front különböző részeiről, hogy én inkább megkérdezném, hogy ez így van-e, és ha igen, akkor ez konkrétan mit is jelent? Hát ha összeomlásról beszélhetünk is bizonyos szempontból, akkor mindenféleképpen ugye az egy konkrét front szakaszra szűkíthető le inkább. Tehát az tény, hogy az ukrán védelem egy helyen, tehát konkrétan ugye a Donyeck megyei front szakasznak a déli részén valóban megroppant az elmúlt hetekben, hónapokban, ugye tulajdonképpen párhuzamosan az, hogy Ukrajna műveleteket kezdett Oroszországban a Kurszki területen, azzal párhuzamosan az oroszoknak az előrenyomulása a Donyeck megyében jelentősen felgyorsult. Más szakaszokon is egyébként, például Harkiv megyében az Oszkil folyó felé szintén elértek eredményeket az oroszok, de nem ilyen mértékben, mint ami Donyeck megyében történt. Tehát ott látható valóban egy már-már összeomlásszerű, tehát nyilván nem nagyon gyors, de egyértelműen folyamatosan, tehát egymást gerjesztő problémák sorozata az, amit láthatunk ukrán részről. Az oroszok nagyon bele tudtak ékelődni több ponton is az ukrán védelemben. Látszik az, hogy Ukrajna véletlenül minden emberben, mint technikában hiányt szenved ezen a front szakaszon, és ezeket a réseket kihasználva az oroszok folyamatosan hátrálásra kényszerítik az ukránokat újabb és újabb településekről. Ugye nemrégiben konkrétan ugye Szeridove település az, ami elesett. Az ukránok hivatalosan még nem ismerték el, de egyébként ukrán haditudósítói csatornák is tulajdonképpen kézténként számolnak be arról, hogy Szeridove elesett. Ez egy több tízezres város volt a Pokrovszk felé vezető úton, tehát innentől kezdve ugye a Pokrovszk felé vezető útja az orosz hadseregnek is mondjuk úgy, hogy nyitottabbá válik. És a másik, ami szintén ugye az utóbbi napokban meglehetősen szorongatott helyzetbe került, az Kurahove település, ami egyik masszív erőssége az ukrán védelemnek, de most nagyon úgy tűnik, hogy tulajdonképpen az ostromjára nem fog valójában sor kerülni. Az oroszok ugyanis több ponton is már-már mögé tudtak kerülni ennek a településnek. Ugye ez Vuhledár eleste, amely ettől délre fekszik ettől a településtől, nyitott utat az orosz csapatok számára olyan irányba, hogy tulajdonképpen a Kurahove felé vezető autóút elzárására tudnak most már törekedni, és tulajdonképpen végig a háború alatt megfigyelhető volt az oroszoknak az a tehát tulajdonképpen műveleti eljárása, ami arra irányult, hogy a frontális ostromok helyett tulajdonképpen a széleken, tehát próbálnak rést találni az ukrán védelmen, tehát hogy míg az ukrán csapatok visszahúzódnak a megerősített településekbe és a városok határain belül, adott esetben például bányákat vagy nagyobb üzemeket főbb erődítményként kihasználva próbálják felvenni a védekezést, addig ugye a terepen tulajdonképpen éppen a létszámhiányukból fakadóan nem tudnak teljes körűen védekezni megfelelően az ukránok. Ezekbe a résekbe kapaszkodnak bele az oroszok, így nyitnak teret, és tulajdonképpen akkor, amikor a katlan ezek körül, a települések körül már-már bezárulna, akkor az ukránok ugye nyilván ennek elkerülése érdekében ezeket a településeket kénytelenek végül feladni. Most egy viszonylag nagyobb katlant próbálnak tulajdonképpen kialakítani az oroszok a korábbiakhoz képest Kurahovó körül, tehát hogy már-már megközelítették ugye az odavezető autóutat, ami a fő ellátási útvonala ennek a településnek. Nyilvánvalóan ugye másodrangú útvonalakon különböző terep viszonyok között is megoldható még egy darabig ezeknek a településeknek az ellátása abban az esetben, hogyha ezt el is vágnák, mondjuk ezt az utat tényleg elvágnák az oroszok, ami mondjuk még napokban vagy akár hetekben is beletelhet, de a mostani tempó alapján én inkább napokat mondanék. Viszont értelemszerűen olyan nehéz helyzetbe kerülhetnek, olyan fenyegetett helyzetbe, ami már nem
tehát egyszerűen már nem fogja megérni nekik a továbbiakban tartani. Rengetegszer láthatók megismétlődni, tehát minden egyes esetben tényleg a széleken támadnak az oroszok, ott nyílik előttük tér, és az ukránok tulajdonképpen a hatlan fenyegetése elől adják fel a területeket. Most folyamatosan ez ismétlődik meg újra a különböző településeken, és úgy tűnik, hogy ennek nincs ellenszere ukrán oldalról. Vélhetően egyébként Pokrovszk körül is ez fog történni, és nem úgy tűnik, hogy az ukránok bármit tudnának ez ellen tenni. Nyilván lassítani tudják ezt a folyamatot, adott esetben, hogyha még több támogatást kapnának mondjuk nyugatról, akkor nyilván lassítani tudnák, megfordítani viszont nem, ez ugye már a korábbiakban is kiderült, tehát minden egyes új impulzus csak lassító jelleggel bírta az események alakulására, viszont a fordulathoz most már ez nem elég, ez szemmel láthatóan nem elég, és ennek megfelelően alakul a front helyzete is, hogy nyilván pontos időhatárokat nehéz lenne mondani azzal kapcsolatban, hogy például Pokrovszk mikor esik el, elképzelhető, ha az oroszoknak kedvez a hadiszerencse, hogy ez idén fog bekövetkezni, akár jövő tavaszig is elhúzódhat, erről nem hiszem, hogy pontosat lehetne most mondani. Láttam egy statisztikát azzal kapcsolatban, hogy az ukrán települések most olyan ütemben kerültek orosz kézre az október folyamán, amely a háborúnak egy korábbi szakaszában volt jellemző. Volt egy olyan szakasz ennek a háborúnak, amikor elég egészen hatékonynak bizonyult az ukrán védelem, és most úgy tűnik, hogy ez egy ilyen lejtmenetbe, vagy egy ilyen hullámvölgybe került, nem tudom, ezt meg tudja erősíteni. És ahogy néztem, itt körülbelül 10 olyan településről is szó van, amely októberben az oroszoknak a kezére került, amely fontos volt valamilyen szempontból Ukrajna számára. És itt Donyeck megyére kérdeznék most konkrétan rá, hogy körülbelül itt nem tudom, mennyire tudunk számokat százalékos arányban, hogy néz ki most Donyeck megye, tehát melyik az a része, vagy mekkora része az, ami fölött még az ukránok tudják az ellenőrzésüket fenntartani? Pontosan nem tudnám megmondani, mekkora. Nagyjából a megyének ugye talán a negyede harmada, tehát ilyen 25-30%-a lehet még ukrán kézen. Ugye itt az egyik fontos csomópont, ahol még nem sikerült ugye közelébe sem férkőzni az oroszoknak, az a Szlovjanszk és Kramatorszk agglomeráció, ami ugye hát a háború eleje óta forog a háborúval kapcsolatos beszédben ez a két település, hiszen tulajdonképpen a legerősebb erődítései ezek az ukránoknak az egész régióban nyilván, tehát ezeknek a sorsa, akár a háború kimenetelét is eldöntheti, ezeket még tartják, tehát ezek körül is viszonylag széles tér van még az ukránok előtt, és hiszen például Sziverszk környéke ugye beékelődik tulajdonképpen az orosz frontvonalakba, és ott se tudták ugye ezt még áttörni. Az oroszok ugye itt nyilván a 2022-es őszi ukrán ellentámadás sikere az, ami ezeknek a településeknek a jelenlegi viszonylag még ukránok számára kedvező helyzetét biztosította, hiszen akkor vetették vissza jelentősen az orosz csapatokat, hiszen már relatíve közel voltak ezekhez a településekhez is akkor. A másik pedig ugye Pokrovszk volt ennek tehát az ukrán védelemnek a másik oszlopa, úgyhogy ezért is jelentős, hogyha Pokrovszk fenyegetetté válik, akkor tulajdonképpen az egyik kulcsa az ukránok még meglévő Donyeszt megyei védelmének, az ugye kiesik. Ugye ettől délre szintén ott volt ugye Vuhledár, ami már elesett, és ami szintén sokáig egy ilyen áthatolhatatlan akadályként tornyosult az oroszok előtt, de ez ugye néhány héttel ezelőtt ez a település elesett, és ugye utána, mint említettem, ugye most már Kurahove is veszélyben lehet, ami szintén korábban áttörhetetlennek tűnhetett volna, és ezek szintén most már fenyegetve vannak. Tehát látható, hogy tényleg jelentős repedések nyíltak az ukrán védelmen. Nyilván itt még nagyon elsöprő ütemű orosz előrehaladást azért nem kell elképzelni, tehát itt nagyon maximális előrehaladás is egy nap alatt mondjuk 2-5 kilométer, és az ugye kimagaslónak számít már ebben a háborúban. Más kérdés, hogy nyilván mind a két oldalról a hadseregeknek a létszám az jelenleg ezt teszi lehetővé, azért az valószínűsíthető, hogyha az oroszoknak nagyobb lenne a létszám fölénye, akkor az ukrán védelem tehát tényleg az összeomlás szélére kerülhetne. Így azért, mivel az oroszok is részben azért szenvednek attól, hogy nincs megfelelő élő erő,
és tulajdonképpen elsősorban a légi és a tüzérségi fölényüknek köszönhetően tudják tulajdonképpen az ukrán védelmi vonalakat ledarálni, és így aztán jóval kisebb, tehát akkor mondjuk, hogy a hagyományosnál kevesebb emberrel is ezeket el tudják végül foglalni, viszont nyilván ahhoz, hogy tényleg nagyobb és gyorsabb előrenyomulást érjenek el, az ahhoz több ember kellene. Ezt egyébként az orosz vezetés nem is különösebben titkolja. Néhány hónappal ezelőtt maga Vlagyimir Putyin beszélt arról, hogy a jelenlegi létszám és annak a feltöltése, tehát elsősorban ugye önkéntesek révén, ugye, illetve most hát ugye terjengenek a hírek az Észak-Koreákról, de tehát a jelenlegi katonai helyzet egy újabb mozgósítás nélkül erre van lehetőség. Oroszországnak erre nagyon lassú és nagyon megfontolt előrehaladásra, amihez ugye nyilván előzetesen minden ukrán védelmi vonalat tulajdonképpen földig kell rombolni, ami nyilván egy módszeres és lassú folyamat, hiszen itt óriási betonból épített komplexumok vannak minden egyes településen, tehát masszív tömbházak, óriási gyárépületek, és eleve tehát egy jelentős méretű városok, amiknek a bevétele természetesen nem tart túl rövid ideig általában, bár ugye most már láthatunk arra példát, tehát Szelidovel este például, ami, mint mondtam, ugye egy több tízezres város, tehát az, hogy milyen gyorsan történt, az nem volt jellemző eddig. Ettől emiatt azért aggódhatnak az ukránok. Más kérdés az, hogy ha a teljes háborúnak a képét nézzük, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy éppen az orosz relatív létszám hiány, tehát hogy a nagyobb műveletekhez nem elégséges mennyiségű katona miatt, nyilván az ukránoknak azért van hova visszavonulnia, csak megfelelő védvonalak kellenek hozzá. Az más kérdés, hogy ezek ki vannak-e építve. Egyes hírek szerint egyébként igen, tehát hogy távolabbi településeken is már megkezdődtek a védelmi munkálatok, viszont tehát az ukránoknak alapvetően még van hova visszavonulnia, de könnyen lehet, hogy jelentős területeket kell feladniuk a következő hónapokban, akár éppen azért, hogy valamelyest az oroszoknak úgymond feladatot adjanak ezáltal. Nem világos egyébként, hogy viszont ezt követően hogyan tudnának újabb fordulatot elérni, tehát mint amint az előbb is mondtam, tehát nem látszik olyan forgatókönyv, ami Ukrajna számára kedvező fordulatot jósolna a jelenlegi feltételek alapján, és az is látszik, hogy például a NATO közvetlen beavatkozásra jelenleg nem kész, és nem szándékozik ilyesmit tenni szerencsére. Így nyilván adott esetben ez változhat az amerikai elnökválasztások eredményének a függvényében, de erre sem feltétlenül kell számítani, hogy mondjuk egy újabb demokrata adminisztráció korábbinál nagyobb mértékben akarna beavatkozni az ukrajnai háborúba, még hogyha a fenntartását egyébként szorgalmaznák is, de a nagyobb közvetlen amerikai beavatkozást viszont nem biztos, hogy akarná akár egy Harris adminisztráció is. Ugye a Trump adminisztráció kapcsán pedig ugye sejthetően inkább csökkenteni, mint növelni akarnák a részvételüket a konfliktusban. Tehát ilyen körülmények között nem világos, hogy Ukrajna tulajdonképpen miben reménykedik, és hogyha mondjuk megnézzük a győzelmi tervét Volodymyr Zelenszkijnek, akkor ugye annak lehet egy olyan olvasata is, hogy szándékosan olyan dolgokat kért a nyugattól, amiket az majd nem fog teljesíteni, és ezáltal tulajdonképpen a nyugatra hárítva a felelősséget a elkerülhetetlen végzetért majd kénytelen lesz leülni tárgyalni, de hogy ez mikor fog bekövetkezni, hogy az oroszok erre mennyire lesznek nyitottak, hogy az Egyesült Államok vezetés ezt mennyire fogja támogatni, az ugye egy más kérdés, és ebben jelenleg nem látunk tisztán, ugye talán valamelyest tisztulni fog a kép az amerikai elnökválasztások után. A Financial Times című lap szerint előzetes megbeszélések folynak Moszkva és Kijev között arról, hogy a háborúzó felek ne támadják egymásnak az energetikai infrastruktúráját, és volt már egy ilyen hasonló megbeszélés sorozat, vagy valami kezdeményezés erre vonatkozóan, és ezt szakította félbe a Kurszki offenzíva, az ukránoknak a Kurszki betörése. Ugye ez is egy olyan tárgyalás volt, ami egyébként a háttérben zajlott akkor, és csak amikor Kurszki betörés megtörtént, akkor derült ki, hogy volt valami ilyesmi a levegőben, hogy talán megegyeztek volna.
Mit szól ehhez, ez mennyire előremutató, mennyire bizalomgerjesztő, reménykeltő dolog, hogyha ez valóban igaz, és jól értesült a Financial Times, és valóban újra kezdődhettek ezek a megbeszélések, hogy legalább a kritikus infrastruktúra, vagy az energetikai infrastruktúra ne legyen támadva. Nyilván, hogy Ukrajna számára a tél közelettével ez létfontosságú. Alapvetően ugye mind a két fél tagadja, hogy szó lenne ilyen tárgyalásokról, ez azonban nem jelent feltétlenül sok mindent, hiszen értem szerint a titkos tárgyalások lényege, hogy titokban akarják őket tartani. Ha zajlanak ilyen tárgyalások, akkor nyilvánvalóan egy pozitív fejlemény, hiszen eleve az, hogy még a közvetítők révén is, de hogyha két fél tárgyal egymással a humanitárius kérdéseken túlmutató dolgokról, akkor az már mindenféleképpen biztató önmagában. Az a hír, hogy voltak ilyen tárgyalások, az is már egy biztató jel lehetett volna, ugye csak hát nyilván ezt az ukrán támadás a Kurszki területen ezt megszakította. Alapvetően minden fél érdekelt lenne abban, hogy ezek a támadások az energetikai rendszerek ellen megszűnjenek. Ukrajna érdekeltségét azt szerintem nem érdemes túlzottan magyarázni, tehát hogy nyilván az ország energetikai rendszere eléggé kitett az orosz támadásoknak, és ugye könnyen, tehát a nagyja tulajdonképpen leállítható lenne, aminek a gazdasági és humanitárius hatásai azok szerintem evidensek, tehát hogy Ukrajna érdekeltsége az egyértelmű. Oroszország számára ugyan katonai értéke lenne annak, hogyha Ukrajna teljesen ukrán gazdaságot és energetikát így a padlóra küldhetnék, tehát ez talán segíthetné a katonai céljaik elérését, viszont egyrésztről azért egy nagyon mély humanitárius krízisben ők sem érdekeltek, tehát egyrészt azért még csak a szomszédjukban zajlik a háború, tehát ez rájuk is hatással lenne. Másik oldalról nézve pedig számolniuk kell a reputációs szempontokkal is, tehát azért látható, hogy a globális dél országai nem feltétlenül támogatnák azt, hogy Ukrajna energetikai rendszere újabb jelentős támadásokat szenvedjen el. Ezt láthattuk egyébként például a Béke Barátai csoport által kiadott nyilatkozatban is, tehát ott explicit módon benne foglaltatott az, hogy az energetikai rendszerek elleni támadásokat, nem néven nevezve Oroszországot, de azért egyértelműen elsősorban ez ráutalt, de mindenféleképpen a globális dél országai szeretnék, hogy ez ne folytatódjon, és Ukrajna energetikai rendszer azért ne semmisüljön meg, tehát értelemszerűen ezzel Moszkvának szintén számolnia kell, hiszen jelenleg ezek az országok a legfontosabb politikai és gazdasági partnerei közé tartoznak. És Oroszország szintén érdekelt lehet ebben, azért is, mert ő is elszenvedett ilyen csapásokat, nyilván jóval kisebb léptékűeket, hiszen az ukránoknak nincsenek olyan jellegű eszközeik, amelyekkel a teljes orosz területet, hátországot be tudják lőni, viszont ugye a drónokkal elég messzire eljutottak, és több olajfinomítót, illetve olajtározót el tudtak találni, hogy az olajtározók azért a kézenfekvő célpontok a drónok számára, mivel ugye nagy mennyiségű gyúlékony anyag van ott, így ezeket eltalálva nagy károkat lehet egy apró eszközzel is okozni, ugye erre volt példa, tehát több ilyen olajtározó volt, ami napokig vagy akár hetekig lángolt, ez nyilván tehát környezeti károkat, anyagi károkat is jelentősen okoz, és nyilván olajfinomítókat is támadtak, néhány olajfinomítónak a kiesése pedig az ország üzemanyag ellátását és az exportját is adott esetben veszélyeztetheti, tehát nyilván ebben Olaszország is érdekelt lehet, hogy ezek a támadások, még hogyha jóval kisebb területet, tehát míg ugye Oroszország Ukrajna teljes területét belővi, Ukrajna Oroszország területének csak egy kisebb részét tudja belőni, de így is azért szenvedett el károkat Oroszország is, és ugye az utóbbi példák azért is fontosak, mert ugyanezek teszik egyébként az Egyesült Államokat is érdekelté, szintén sajtóhírek szerint Washington megdorgálta Ukrajnát azért, mert az orosz kőolaj szisztémát támadta, hiszen ez, tehát az orosz kőolajnak a okozott károk, azok a kőolajnak és benzinnek, ugye nyilván is mindenfajta üzemanyagnak az áremelkedését okozzák. Hát nyilvánvalóan ugye az amerikai kormány számára egy növekvő benzinár az mondjuk nem túl kedvező
jelenleg a választások előtt, meg úgy általában. Tehát értelemszerűen ezek a világpiaci folyamatok, amelyeket ezek a támadások elindítanak, szintén nem kedvezőek, még az Egyesült Államok számára sem. Tehát éppen ezért hihető az, hogy adott esetben Washington is rábólint egy ilyen jellegű megállapodásra, hiszen korábban már a sajtóban felmerült, hogy Washington sem örül annak, hogy Ukrajna az orosz olajtározókat vagy olajfinomítókat támadja. Tehát ebben alapvetően mindenki érdekelt lett volna, éppen ezért furcsa, hogy egy ilyen egyébként teljesen értelmetlen, sőt kontraproduktív akcióval ezt az ukránok végül tulajdonképpen teljesen felülírták, és az, hogyha most ehhez visszatérnek, az mindenféleképpen egy jó jel lehet, hiszen ilyen részmegállapodások révén azért tényleg közelebb lehet kerülni egy nagyobb, komplexebb megállapodáshoz. Hasonló részmegállapodásról egyébként már volt, tehát került sor még korábban a gabonakereskedelem kapcsán, az végül szintén ugye elbukott különböző, hát az ukrán és a török vezetés részéről elkövetett különböző gesztusok, lépések miatt, de ugye azért mégiscsak működött egy éven keresztül, tehát nyilván, hogyha egy ilyesmit sikerülne tető alá hozni, és az stabilan tudna működni, akkor az alapján már, mint egy platformként használva tovább lehetne lépni a különböző más jellegű lezárással kapcsolatos kérdések felől, tehát ez egy jó jel lehetne, hogy most valójában mennyire kerülnek hozzá közel a felek, azt nem tudhatjuk, de az mindenféleképpen fontos, hogy nagyon úgy néz ki, hogy tényleg a globális délnek a nyomásgyakorlása, Oroszország, indirekt a nyomásgyakorlása Oroszországgal szemben arra vonatkozva, hogy ne semmisítse meg Ukrajna energetikai rendszerét, az működik, tehát úgy tűnik, hogy pont egy olyan helyzetben vagyunk, amikor egyik fél sem az eszkaláció felé mozdul el, tehát a nyugat nem adja át a, tehát pontosabban a nagyhatótávolságú rakéták egy részét ugye nem adja át, tehát olyan típusokat, amiket még nem adott át, a többit pedig nem engedi az orosz hátország ellen használni, Oroszország pedig nem semmisíti meg az ukrán energetikai rendszert, tehát itt tartunk most. Aztán nyilvánvalóan, mint mondtam, az amerikai elnökválasztások ezen aztán változtathatnak, viszont jelenleg úgy tűnik, hogy inkább mind a két fél ezen az állásponton van, és nem kis részben nem csak az egymás okozta a fenyegetés vezetett ehhez, hanem az, hogy mind a két fél ugye kénytelen kikacsintani a harc közben a globális dél álláspontjára, amely szintén ugye efelé tolja mind a két szemben álló felet, hogy ne lépjenek be egy ilyen eszkalációs spirálba. Mindjárt kérdezek még a globális délről itt a BRICS-nek a kapcsán, de még akkor előtte egy pici színesnek szánt hír, nem tudom, hogy ennek mi a jelentősége. Azt lehet olvasni, hogy Oroszország több pénzre büntette meg a Google-t, mint amennyi a Földön létezik. Ez 2 sextillió rubelles büntetést jelent, ami azt jelenti, hogy leírunk egy kettest, és utána 36 nullát. Aki tudja, hogy ez hogyan kell kimondani, és milyen magyar nyelvi szabályok vonatkoznak rá, az nyugodtan kommentben ossza meg velünk, de ugye ez egy akkora összeg, amely, azt jelenti, amely itt a szakértők szerint annyi, hogy a világon nincs összesen ennyi pénz. Na de a lényeg az, hogy a Google-nek azért szabták ki ezt a büntetést, mert hogy az orosz médiát háttérbe szorította, vagy cenzúrázta pontosan. Mi van e mögött? Mit lehet tudni erről? Hát az látható, tehát eleve már a háború kitörése óta, de részben már az előtt is ugye voltak erre utaló jelek, az orosz vezetés és a különböző, és ugye nem csak a Google és a leányvállalatairól van szó, hanem az összes tulajdonképpen amerikai központú nagy internetes és egyéb hasonló telekommunikációs vállalatról, ha ezekkel szemben tulajdonképpen egy harcot folytat, ugye nyilván itt ez egy oda-vissza küzdelem, tehát a háború kitörésekor a legtöbb ilyen platformról az orosz állami médiát, vagy minden egyes szankcionált médiát, ezeket igyekeztek tulajdonképpen törölni, és rengeteg, ugye akár nagyon széles követőtáborral, akár nemzetközi követőtáborral rendelkező csatornát szorítottak ki ezekről a platformokról, beleértve egyébként a Google-nek a különböző platformjait is, mint ugye elsősorban itt, ami fontos, az a YouTube. És ezeknek a platformoknak a
orosz változatait ugye próbálják helyzetbe hozni az orosz döntéshozók. Ugye van egy Rutub nevű, meg egy Smotrim.ru nevű ilyen videónézegető oldal is Oroszországban, de nyilvánvalóan annak ellenére, hogy ezeket válaszlépésként elvileg elérhetetlenné tették Oroszországban nagyon gyakran, ennek ellenére ugye itt ezeket használják továbbra is. Ugye az orosz lakosság, és ugye itt nagyon folyamatosan merülnek fel azzal kapcsolatos kérdések, hogy melyik platformot hogyan tiltsák be, betiltsák-e egyáltalán, megpróbálkozzanak vele, ezek nem mindig sikerülnek különböző módszerekkel általában, ugye a lakosság ezeket úgyis mindig megkerüli. Tulajdonképpen ezeknek a küzdelmeknek egy része ez a mostani színes hír is szerintem, tehát hogy ennek kontextusában érdemes értelmezni. Nyilvánvalóan ez egy ilyen eldönthetetlen konfliktus, és valószínűleg, hogyha véget ér a háború, akkor valamilyen formában azért ezek a platformok vissza fognak térni majd Oroszországba, illetve hát most is többségében azért jelen vannak, tehát a YouTube-ot, ha jól tudom, nem is tiltották le, talán csak idén próbálkoztak vele, néha lassítják, mert stb. Tehát vannak korlátozások, de igazából nehéz követni, mert effektíve szinte mindent továbbra is használnak ugyanúgy az oroszok is, hogyha főleg, hogyha szeretnék, de annyi, hogy ugye ezeken a platformokon nem minden tud megjelenni, vagy nem minden tud tartósan megjelenni, tehát ha valaki vissza is tér, akkor ezeket el gyakran utána újra kitiltják. Tehát van itt egy ilyen folyamatos húzavona ezek között, tehát az orosz állam és a különböző platformok között, tehát ezeket nyilvánvalóan láthatóan, tehát túlzottan komolyan venni nem feltétlenül érdemes minden egyes kijelentést, lépést ebben a küzdelemben. Itt a lényeg az, hogy tényleg van egy orosz szándék arra, hogy egy alternatív valamivel, tehát a nyugattól független internetes világot alakítsanak ki. Ennek vannak egyébként jól működő platformja, és vannak kevésbé jól működő és kevésbé az oroszok körében kevésbé népszerű platformjai egyébként, pont, tehát mint mondtam, a videószolgáltatások terén, hát ott a YouTube-ot az nem sikerült, tehát megfelelő konkurenst feltolni a YouTube mellé, és hát mondjuk a üzenetküldő platformok közül is egy, tehát ugye a Telegram lett a rendkívül népszerű, amivel szintén egyébként korábban megharcolt az orosz állam, csak sikertelenül. Akkor, ahogy ígértem, a BRICS-szel kapcsolatban szeretném megkérdezni. Nemrégiben volt egy csúcstalálkozó Kazanyban, Vlagyimir Putyin, orosz elnök fogadott igen magasrangú államoknak a magasrangú vezetőit, tehát magas színvonalon képviseltették magukat sokan, méghozzá olyan országok is, mint India, Kína és a többi. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy itt a nemzetközi térben hogyan nézett ki ez a csúcstalálkozó és ennek a vízhangja, tehát mit hozott ez Oroszország számára, mert ami itt a nyugati kommunikációban megy Oroszországgal, akár konkrétan Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban, annak itt a csúcstalálkozón készült képek, beszédek a nyomát sem mutatták. Hát igen, és most már azt láthatjuk, hogy a nyugati sajtó is kénytelen volt jó részt elismerni azt, hogy az Oroszország elszigetelésére és személyesen Vlagyimir Putyin elszigetelésére irányuló stratégiájuk az kudarcot vallott, tehát azért a BRICS csúcson résztvevő állam és kormányfők, tehát országai, az a világ lakosságának több mint felét teszik ki. Tehát ugye amikor ugye globális többségről beszélünk, akkor azt például a kazanyi BRICS csúcson tudtuk volna mondjuk megtalálni, és ilyen szempontból, hogyha arról beszélünk, hogy a nemzetközi közösség elszigetelte Oroszországot, akkor láthatjuk, hogy ez nem igaz, tehát ez egyik, mondjuk úgy egyik nemzetközi közösség, a nyugati szövetségi rendszer vágta el magát Oroszországtól, de a világ többi része, és itt tényleg, tehát latin-amerikai, afrikai, ázsiai országok egyaránt jelen voltak, azok viszont továbbra is fenntartják vele a kapcsolatokat, nem tekintik őt érinthetetlennek. Nyilvánvalóan itt ugye az is egy hamis értelmezés lenne, hogyha megpróbálnánk ezt egy egyszerűen duális rendszerben felfogni, hogy akkor ezek szerint ezek az országok Oroszország mellé álltak. Nem így van, tehát ezek az országok semleges pozíciót foglalnak el, ezeknek az országoknak a többsége néhány kivételtől eltekintve, mint például mondjuk Irán, amelyik
szintén ilyen szankcióháborúban van a nyugattal, vagy mondjuk Venezuela, ami szintén ugye egy picit így, tehát nem illeszkedik a nyugati mainstream vonalába, de ez az országoknak a többsége egyébként a nyugati államokkal is rendkívül jó viszonyt ápol. Hát most jó példa erre, hogy néhány nappal a BRICS csúcs után például Narendra Modi indiai miniszterelnök Olaf Scholzot, a német kancellárt fogadta. Tehát, hogy alapvetően ők a jó viszonyt a nyugattal is fenntartják, és fenn is akarják tartani, viszont ez nem gátolta meg őket, gátolja meg őket abban, hogy egyébként Oroszországgal is jó kapcsolatokat ápoljanak, és ez egyszerűen elsősorban ugye a saját érdekeiknek a következetes képviseletéből fakad, tehát mind üzleti, mind politikai szempontból számukra ez tűnik a saját szempontjukból megfelelő álláspontnak. És ez a semlegesség az, ami egyébként a BRICS csúcs zárónyilatkozatából is kitetszett, tehát látható az, hogy egyes ország, tehát hogy van két törekvés, ami egymás mellett él a BRICS-en belül, az egyik az, hogy tényleg egy a nyugattal szemben alternatív rendszert és rendet építsenek ki a BRICS-en belül. Nyilvánvalóan ennek mondjuk Oroszország elsősorban az érdekeltje, tehát tőle jönnek olyan kezdeményezések, amelyek arra utalnak, hogy ezek az országok szorosan fogjanak össze, és próbálják ilyen módon csökkenteni a függésüket a nyugattól. Másik oldalról viszont van egy olyan törekvés, ami inkább, tehát ezt az összefogást arra használná fel, hogy az egyébként a nyugat által kiépített, és jelenleg a nyugat által dominált rendszereken belül érvényesítse a BRICS csoport tagjainak a hangját, tehát hogy például az ENSZ biztonsági tanácsában kapjanak nagyobb szerepet ezek az országok, vagy például az IMF-nek, tehát a Nemzetközi Valuta Alapnak a vezetésében, a Világkereskedelmi Szervezetnek a vezetésében kapjanak nagyobb hangot. Tehát, hogy legyen a világ mondjuk úgy vezető hatalmainak a platformjává hivatalosan is úgy mond, tehát ez tehát idézőjelben, de a G20-ak váljanak, tehát az legyen az a platform, ahol, amiről úgy beszélnek az emberek, ahogy ott születnek igazán a döntések, tehát ne a G7 legyen ez, és mondjuk ne is csak akár a BRICS, tehát hogy ne két egymással szemben álló nagy gazdasági tömb legyen, hanem tulajdonképpen ezek az országok azt szeretnék, hogy a saját gazdasági és politikai súlyoknak megfelelő helyet kapjanak a világügyeinek az intézésében, rendezésében, de lehetőleg nagyon éles konfrontáció nélkül. Tehát ők inkább a BRICS-re egyfajta lobby csoportként tekintenek. Viszont nyilvánvalóan éppen emiatt, mert a nyugat, mint hegemon szereplős, itt elsősorban az Egyesült Államokra kell gondolni, tartja a maga pozícióit, és értelemszerűen megőrizni a saját elsőbbségét, és itt megint csak elsősorban Washingtonra kell gondolni, hiszen Washingtonhoz képest mondjuk a többi G7 ország is már tulajdonképpen másodrangú szereplőnek számít a nemzetközi politikai porondon. Tehát, hogy nyilván az Egyesült Államoknak van egy olyan törekvés, hogy megőrizze a saját maga első helyét a világban. Ilyen szempontból kihívásként tekint minden egyes olyan törekvésre, ami ezt az elsőbséget vitatja. És éppen emiatt a BRICS országoknak is szüksége van arra, azokra az összefogó javaslatokra, amelyek mondjuk Oroszország felől érkeznek, hiszen ezeket lobbyerőként fel tudják használni abban a elképzeléseik szerint elsősorban békés küzdelemben, amit a saját hangjuk, saját érdekeik érvényesítéséért a nemzetközi porondon vívnak. És nyilvánvalóan, hogy fennáll, persze ezekben mindig fennáll a kockázat, hogyha nagyon erős az ellenállás, akkor ugye ez törésig is el tud jutni adott esetben, tehát hogy inkább azt mondanám, hogy vannak ugye olyan országok, amelyek már hidegháborús viszonyban vannak a nyugattal, de ez még nem a nemzetközi nagy képnek a központi konfliktusa, inkább csak egy szelete, és hogy emellett egyébként ugye a globális dél országai pedig egy semleges pozíciót foglalnak el, úgyhogy különálló folyamatot láthatunk megvalósulni ezeknek az országoknak a felemelkedését, ezeknek a súlyának az emelkedését a nemzetközi szinten. Nyilván ebben az erőviszony változásban megvan az, hogy itt, mint mondtam, hogy konfrontatívabb világkép és világhelyzet alakuljon ki. Ebben a szempontból döntő lehet ugye Kínának a jövőbeli szerepe, amelyiknek a pozíciója az, hogy ő támogatja ugye Oroszországot iránt, tehát azokat az országokat, amelyek nyíltan szemben állnak már a nyugati világrenddel,
hiszen ő maga is olykor ugye kénytelen, tehát a, már, tehát a súlya okán konfrontálódni az Egyesült Államokkal, hiszen látszik, hogy tehát Washington elsősorban Pekingben látja a saját maga kihívóját, viszont ugye a gazdasági okokból pedig a semlegesekkel tartana együtt, és azoknak a pozícióját is képviseli, tehát inkább egy csendes, lassú átmenetben érdekelt például Kína. Oroszország ugye egy másik kérdés, hiszen ott ők már belekényszerültek mondhatni abba, vagy ők maguk belevágtak ebbe a, ez már ugye nézőpont kérdése, abba, hogy egy ilyen konfrontatív úton próbálják megvalósítani magukat a világrend átalakulásában, és ott így megtalálni az új helyüket ebben a rendszerben, de látható, hogy ez egyébként tehát a dél és kelet felé történő kapcsolatépítéseiket nem zavarja, tehát hogy ott továbbra is a sajátjai között mondhatni, így érezhetik magukat, és nem váltak kitaszítottá. Nyugat felé van ugye egy ilyen új hidegháborús helyzet Oroszország és a többiek között, de ugye ez csak, mint mondtam, ez egyik szelete a világpolitikának, és ugye az ukrajnai háború egyik fő tanulsága az az, hogy erre a helyzetre rávilágított, tehát hogy most már tényleg szemmel látható az, hogy a globális dél olyan súllyal bír a világban, amivel már mindenkinek, aki tényleg a globális arénában akar elérni valamit, azzal számolnia kell, tehát ezt már ignorálni nem lehet. Nagyon szépen köszönöm, ennyi fért a mai adásunkba, de számítunk itt a jövőben is a szakértelmére. Kosztur András volt a vendégünk, a 21. század intézet vezető kutatója.